Nagyon boldog vagyok. Úgy érzem, hogy nagyon kemény csatát vívtunk a németekkel, de annyira nagy dac volt szerintem mindkettőnkben. Natasában pont ezért, mert az egyes után gondolom nagyon-nagyon boldog volt és földobta. Én benne meg pont ezért, mert a négyesben a lányokkal pont a németektől kaptunk ki egy hajszállal, és úgy éreztem, hogy ez az a dolog, amit most nem tudnak kivenni a kezünkből, és hála Istennek a végén tényleg már az utolsó bolyasoron már a gondolatok forogtak a fejembe, hogy sikerült végre, amit nagyon szerettem volna. És az azért nem lehetett rossz érzés, amikor mentetek a szurkolókhoz, akik egyrészt a ti neveteket skandálták, másrészt pedig Birgit Fischer gratulált nektek. Így igaz. A négyes után is gratulált, és éreztem azt, hogy ő azért átéli a mi helyzetünket, tudja, hogy mennyi munka van egy ilyen érem mögött, és nem nyerhet mindenki. A szurkolókhoz visszatérve fantasztikus volt, tényleg tök jó érzés, hogy piros-fehér-zöldbe úszik a túloldal, és rengetegen szurkolnak nekünk. És úgy éreztem, hogy nagyon nagy örömet okoznak nekünk a szurkolók, és úgy éreztem, amikor arrafele kajakoztunk, mi is nagyon nagy boldogságot adunk nekik azzal, hogy ott vagyunk, és megköszönjünk nekik azt, amit értünk tesznek. Lelki béke visszatér. Nem? Helyreállt? Helyreállt valamelyest, de nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy mi öten lányok, akik itt voltunk az olimpián, mi öten lányok, szerintem mindannyian megérdemeltük volna ezt az aranyérmet, és ezért egy kicsit olyan rosszul érzem magam a bőrömbe, de boldog vagyok nagyon. És Kovács Katalin olimpiai bajnok. Nagyon örülök. Kettő! 100%-os vagyok, 100! Na, szóval figyelj, már láttam akkor, hogy földön túli boldogságban törtél ki az első után, de mégis vissza kellett fognod magad valamennyire a páros miatt. Hát igen, visszafogtam magam, most már kicsit azért vége van a futamoknak, mi voltunk az utolsók, mentünk egy tiszteletkör, annyian jöttek, hogy ezt el sem tudom képzelni, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyien jönnek szurkolni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy jött. Elsősorban ugye Kati néninek, Fábián Lászlónak is. Ők köszönhetek legtöbbet. Jó, de hát azért saját magadnak is, tehát azért beszéljünk egy kicsit az egyesről, meg beszéljünk erről a párosról. Nem kell most, de nagyon boldog vagyok, nagyon, nagyon szépen sikerül az egész évem. Válogató, Európa-bajnokság, olimpia!